Hírstúdiónk vendége F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, akivel az elmúlt időszak legfontosabb aktualitásairól beszélgetünk. Mai vendégünk F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője. Üdvözlöm képviselő urat, és köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is szeretettel üdvözlöm a Karszak Televízió nézőit. Folyamatosan dolgozik a parlament. Melyek voltak az elmúlt időszak legfontosabb kérdései? Hát mindenképpen érdekes időszak ez a mostani, hiszen a tegnapi nap került benyújtásra a 2022-es költségvetés. Varga Mihály pénzügyminiszter úr tegnap adta át a ház alelnökének a jövő évi költségvetést, amely sok tételben változik, de mindenképpen egy előre mutató költségvetés, hiszen azok a folyamatok, amelyik eddig voltak, azok mindenképpen tovább mennek. Hiszen a tavalyi év és az idei év a vírus helyzetre adott válaszok, kihívások, a gazdaság mentése, az egészségügy helyzetbehozása, az egészségügy minél jobb működésének segítése volt a fő cél, de most már elértünk oda, hogy az oltásoknak köszönhetően, hiszen Európában a legtöbb védőoltást Magyarországon adták be, és a nyitás hamarabb tud eljönni, hiszen már nyitottak a teraszok, ha meg lesz az 5 millió oltás, akkor már a lakodalmak is megtartásra kerülhetnek. Tehát a gazdaság és a normális élet az oltásoknak köszönhetően mindenképpen be fog indulni, és a költségvetésben az egyik legfontosabb a gazdaság újraindítása, hiszen a jövő évi költségvetésben 5% feletti gazdasági növekedés van tervezve, és hát azt gondolnak, hogy 5% az nagyon magas és optimista a kormányzat, de a külföldi elemzők még magasabb gazdasági növekedést várnak, tehát most sokkal óvatosabb a kormány előrejelzése. A legfontosabb a költségvetésben, a jövő évi költségvetésben a 25 évnél fiatalabbak adómentessége, a 13. havi nyugdíj visszaállítása, hiszen már ebben az évben az első részletét a 13. havi nyugdíjnak megkapták a nyugdíjasok, jövő évben már 2 hetit kapnak, tehát már a 13. havinak a fele lesz, és remélhetőleg én bízom benne, hogy akár gyorsabban is elérhetjük a teljes 13. havi nyugdíj visszaállítását. A gazdasági szereplőknél adócsökkentés, a fiatal családoknak pedig a családalapításhoz, a csokon keresztül, az adómentességen keresztül mindenképpen segítséget nyújt a jövő évi költségvetés, és bízom benne, hogy már talán ebbe az évbe, mindenképpen jövő év elején el fogjuk érni a vírus előtti gazdasági helyzetet. Én azt látom, hogy a munkaerőhelyzet is egyre jobban javul, tehát ami a vírus előtt volt, hogy inkább munkaerőhiány volt, mint munkanélküliség, ez már most érződik, és valószínűleg nyáron már komoly munkaerőhiányjal fognak azok a ágazatok küzdeni, ahol a legnagyobbat szenvedték, hiszen a turizmus vendéglátásban az emberek elmentek máshova dolgozni, most nagyon nehéz lesz újból embereket toborozni, mert most már munkaerőhiány van. Én azt gondolom, hogy visszaér minden a régi kerékvágásba, a magyar gazdaság kétszeresén fog növekedni, mint az Európai Uniós átlag. És ez a kétszerese az oltásokban is meglátszik, hiszen Magyarországon 2-szer több oltást tudtak beadni, mint Európa többi részén. Ez köszönhetően a kormány vakcinapolitikájának, hiszen nem csak nyugati, hanem keleti vakcinákat is használunk, és ez mindenképpen másfél hónappal meggyorsítja a nyitást. És aki másfél hónappal hamarabb tud nyitni, az olyan előnyre tesz szert, amely szinte behozhatatlan. Az említetteken túl miért fontos a dinamikusan haladó oltási program, nyilván már ugye átléptük a 4 millió beoltottat? Azért, mert mindenki vágyik a régi életére. És ha valaki úgymond immunizálva van, tehát védettséget élvez, akkor nyugodtabban tud a családtagjaival találkozni, az ismerősökkel, hiszen belénk idegződött az a félelem, hogy fertőtlenítés, maszkhasználat, ha bementünk egy olyan helyre, ahol nagyobb tömeg volt, akkor mindig tartottunk attól, hogy mikor kapjuk el ezt a fertőzést, mikor lesz valami probléma, ha éreztük azt, hogy kapar a torkunk, vagy mintha nem lennénk
jobban, akkor mindenki arra gyanakodott, hogy elkapja ezt a nagyon alattomos betegséget. És nagyon sokan elkapták. Vannak szerencsések, akik tünetmentesen estek át rajta, ilyen voltam én is, de vannak olyan ismerőseim, akik fiatalabbak, idősebbek, akik elhunytak ebbe a betegségbe, és vannak olyanok, akik nagyon megszenvedték. És ezért a védőoltás azért jó, mert így kaphatjuk vissza azt az életet, ami rettegésmentes, és szabadabban élünk is. Mindenki már szeretne a gyerekek iskolába járni, a nyári szünetben nyugodtan kirándulni, nyaralni. Tehát én azt gondolom, hogy a védőoltás mindenképpen szükséges ahhoz, hogy nyugodtabban tudjunk élni. És ezt egyre többen belátják, hiszen még a tavaly tél-ősz folyamán még nagyon kevesen igényelték a védőoltást, akkor azt mondták, hogy hát gondolkoznak rajta. És ahogy látták azt, hogy a védőoltástól senkinek nem lett semmi baja. Egyre többen, most már több mint 70%-a, már talán már 80% is, aki be akarja oltatni magát, és minél többen leszünk beoltva, annál többen leszünk védettek, annál hamarabb kapjuk vissza azt az életet, ami a vírus előtt volt. Képviselő úr, köszönöm az interjút. Köszönöm szépen én is.